Halleluja! Dicsérünk, dicsérünk téged, mert te feltámadtál, és élsz, és soha, soha nem fogsz meghalni. Örökkön, örökké, és mert te feltámadtál, mi is feltámadunk. Dicsérünk téged és ezekben a percekben is minden dicsőséget neked adunk, Uram. És úgy tudjuk, hogy oly kevés az a szó, amit kit, aki kit fejezhetné azt, amit feléd érzünk, de nagyon megtisztelve érezzük magunkat, hogy ilyen kiváltságos helyen lehetünk ma délután, ahol pont te is erre jártál. Olyan jó, Uram, a te jelenléted. Csodálatos. Köszönöm, hogy ma se jöttél üresen és külön imádkozok azokért, akik ma betegséggel küzdenek. A te átszegzed mai napon se rövidült meg, és a te gyógyító kezeddel most járd át, érizd meg a betegeket, Uram. Te csodád, te a csodák Istene vagy, tegnap, ma és örökké ugyanaz vagy. Imádkozok azokért, Uram, akik szomorúan jöttek el, megterhelve, gondokkal küzdenek, vedd le róluk, Uram. Látod, Uram, hogy hányan küzdenek identitási, kisebbségi problémákkal, csüggedéssel, Ó, Uram, önnyakon őket a vigasztalásoddal, úgy, hogy ússanak egész életükbe a nevetéstől és az örvendezéstől. Te vagy a mi erősségünk, Te vagy a mi Istenünk, Te vagy a mi királyunk. Külön imádkozok most, Uram, az internet előtt levőkért. Látod, Uram, hogy vannak, akik kórházból kétségbeesetten hallgatnak bennünket, hogy hátha meggyógyulnak. Hát Uram, leszégyenítsd meg őket! gyógyíts meg őket! Ott a te a kórházi ágyon érintse meg Isten természet feletti ereje. Az az erő, ami feltámasztotta Nazareti Jézust a halálból. Érítsd meg őket! Szabadítsd meg őket! Gyógyítsd meg őket! Változtass meg őket! És Uram, aki itt van, arra és essen rá a te kezed mindenkire, mindannyiunkra! Hozzuk, add meg, uram, hogy mindannyian élete mai napon megváltozzon. Tős be uram, mert ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság. Aki megterhel, vedd le, uram, tisztíts meg a te népedet, mint a hajmád. Vedd le a terheket, és szabadíts fel a népedet. Mert aki él, az dicsér téged. Halleluja. Csodálatos, uram. Köszönjük, uram. Köszönjük a kedves angyalokat, akit ide elküldtél. Köszönjük a te segítségedet. Uram, egyet kérünk, hogy mindig maradj velünk. Amíg mi majd oda megyünk hozzád. Köszönjük, Uram. Úgy nem szeretném befejezni, Uram, hanem mindig szeretnék imádni téged. Valahogy dicsérnélek egész este. Ó, de jó, uram, Tuga. Olyan jó dolog téged dicsérni, és éneket mondani a te nevednek, ó, felszéges. Köszöntünk, köszöntünk, Szent Zengler. Dicsérünk. Dicsérünk téged, uram. Áldott legyen a te neved, mostantól fogva mindörökké! Yes! Yeah. Halleluja! Halleluja! Dicsőség, dicsőség, dicsőség! Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket és kérlek, legalább két-három személyhez olyanhoz is menjen, akinek ma még nem köszöntél vagy nem ismered, nyugodtan menjen hozzá, mondd, hogy milyen, jó, hogy itt vagy, Isten hozott, örülök, hogy itt vagy, érez jól magad, az Úr áldjon meg, Isten hozott téged, és adja meg az az Isten, ami a, a legnagyobb szükséged van. Nagy nagy tisztelettel köszöntelek benneteket, akik. Először vagytok a körünkben, egy nagy-nagy tapsot adjunk a kezdet barátaimnak. Többen vagytok, akik először vagytok, Isten hozott. És lehet, hogy egy kicsit furcsák vagyunk, hogy mi az, amit lehet énekelni másfél órán át, ezek nem csinálnak egyebet, csak kiabálnak, mint a... De az a helyzet, hogyha ismernéd azt az urat, akit én ismerek, akkor megértenéd, hogy miért teszem. Csodálatos az, ur az urat dicsérni. Nem tudjuk elég sokat dicsérni az Urat, és kívánom, hogy tapasztald meg te is. Csodálatos kiváltság számomra, hogy itt lehetek. Mondtad a szomszédodnak, hogy milyen jó helyen van ma délután? Csodálatos. Csodálatos. Egy kicsit ez olyan, mint egy fotball meccs. Ha látod, hogy valaki felugrik és kiáltja a gólt, és nem érted, hogy miért akarsz, hiszen, hogy te ezzel valami baj van, felugrik a székre, és kiabál. De ha látod a meccset, akkor már érted. Na most az történt, hogy a mi szívünkben Jézus bejött, és az ördönnek hat 0 húzott be. Hát persze, hogy oda vagyunk, érted. És akkor megérted, hogy mi az, hogy megbocsátás. Soha nem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor az Úr, megbocsátotta a bőreimet. Úgy hulltak le rólam a terhek, mint egy hátizsák. Hát persze, hogy az ember azt tudja, hogy félze ki az örömét. Valaki megkérdezte azon, hogy mi lett veled? Nem tudom, bőgtem, mint egy, egy anya, egy gyermek, aminek az anyát eltemették. Nem tudom, nem tudom elmondani, csak sírni tudtam örömömbe. Csodálatos. És hidd el, hogy az Úr öröme ma is itt van. Csodálatos dolgokat tartogat az Úr. Nem, nyugodtan lekapcsolhatjátok a ventilátorokat, most már. Csak azért, hogy csend, nagyobb legyen a csend. És még egy nagy tapsot adtunk azoknak, akik először tettek. Isten hozott benneteket. Nagyon jó helyen vagytok. Nagyon jó helyen vagy. És azokat is köszönjük nagy szeretettel, akik az internet előtt vagytok. Nagyon meghat bennünket a hűségetek. Nagyon sokan írtatok, hívtatok. Köszönjük és hát elnézést kérünk, nem tudom mindenkinek a szép levelet írni, mint hogy ti írtok nekünk, de megpróbálkozunk. Még mielőtt az ige hirdetése e, kerülne sor, két fontos hirdetni valót szeretnék elmondani, hogy a, a, egy bibliaiskola indult e, november első e, hetétől, lehet Kutas Erikánál jelenkezni, tehát hogyha szeretnéd a hitedet növelni, Kutas Erika, megkérhetünk tisztelettel, hogy álljál fel, lássanak egy ilyen hölgyet, hogy ki az, aki kell iratkozni. Ő az. Mellette a vőlegénye van, tehát azt mondom, már nem kell megkérni, már meg van kérve, nyugodtan ülj Vízkeresztségre is lehet jelenkezni András eh, eh, Andinál, de ő elment, ő az a éneket a sarkon. Ha valaki tudtok, vannak már többen jelentkező. egy november hónapban szeretnénk vízserek keretséget is tartani, úgyhogy arra is hívunk benneteket. Egy csodálatos, hoppá, lesz te számra, ez jó, te kalandozásai, jó, te az izgalmas tehet. Ez egy betyár, olyan volt, mint egy székely srác. Nagyon vagány pasas volt, ez egyik kedvencem. Kalandozások Krisztussal, az biztos nem unalmas az Úrral az élet. De viszont egy, egy, másik érdekes könyvet tartok, nem láttam még ezt a könyvet, de nagyon vagának néz ki. Egészségünk a napi táplálék a kenet Hagen történik. Rövid kis tanítások, talán minden napra jut egy, de ha nem elolvasod a tegnapi, csak akkor minden napra jut. Úgyhogy ajánlom a figyelmetekben ezt a könyvet is. Kérdésem a technikusokhoz, a fényerő elég erős? Meg vagytok eléged ott fent az emeleten? Intik, hogy oké, okay. köszönjük szépen az együttműködést, és most Köszöntöttétek már egymást? Nem látszik. Hát azt jobban kéne vidámat, hát csak nem búsultál el, hogy köszöntött a szomszédot. Úgyhogy nagyon-nagyon jól tettétek, hogy eljöttetek. Ma szeretném megosztani veletek egy nagyszerű történetet. Kicsit szomorkás a történet, de annál, nagyon, annál izgalmasabb üzenete lesz a számunkra. Mózes 4. könyve 24. részéből kérlek, hogy nyissuk ki a Bibliánkat, és olvassuk fel az első 9 verset. Mózes negyedik könyve, 24-. rész, első versétől olvasom. Jó az Úr és örökké van az ő kegyelme. Jó, nektek ti leültetek, de én én meg olyan még, a, 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 a leszketnek a lábaim is. Olyan a, fantasztikus az Isten jelenléte, remélem ti is érzitek az Isteni csodálatos jelenlétét. Hát nagyon jó dolog az Úr jelenléte. Csak jön, hogy üljél és dicsérd az Urat. Mikor pedig meghallotta a Kananeus, arad királya, látjátok, ott is van egy arad, aki lakozik vala délfelől, hogy jön Izrael a kémeknek útján, megütközik Izraelrel és, fog, és foglyokat ejte közülük. Fogadást tőn azért Izrael az úrnak és monda, ha valóban kezembe adod a -e népet, eltörlöm az ő városait. És meghallgatta az úr Izrael szavát, kezébe ad a Kananeust és eltörlő őket és azoknak városait és nevezi azt a helyet Hormánnak. És elindulának a Hor hegyétől a Veres tengerhez vívő úton, hogy megkerüljék Edőn földjét. És a népnek lelke megkeseredék útközben, és szól a nép Isten ellen, és mondan Mózes, és Mózes ellen, Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghajunk e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és a hitvány eleddel utája a mi lelkünk. Bocsát azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardossák a népet, és sokan meghalálnak Izrael népéből. Akkor méne a nép Mózeshez és mondának, védkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened. Imádkozzál az Úrhoz, hogy vigyél rólunk a kígyókat, és imádkozzék Mózes a népét. És mondd az Úr Mózesnek, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűz fel az poznára, és ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életbe maradjon. Csinál azért Mózes részkígyót, feltűzi azt a poznára, és lőn, hogyha a kígyó valakit megmarvala, és az feltekint a részkígyőre, életben marad a ámen, ámen. Az Úr áldja meg, téged is. Téged is áldja meg az Úr. Örüljetek. Jó az Úr. Ez a történet nagyon kicsit szomorkás történet, de nagyon sok nagy aktualitása van. Ez azért izgalmas, mert Izraelnek a, az utazásának egy részét írja le, mi is úton vagyunk, Kanaán fele. És azok az állomások, amelyeken Izrael átment ezen, ebben az utazásában, mi is átmegyünk. Te is, én is. És azt látjuk, hogy nem volt felkészülve Izrael az utazásra, bármilyen furcsa. 430 évig imádkoztak, és várták azt a napot, hogy kimenjenek. Valahogy megnyílt a veres átmentek. Azt gondolná az ember, hogy ezek alig várják valahogy, hogy bemenjenek. Mégis az út közben hányszor mondták, forduljunk mi vissza. De tudjátok, a nép, mert nem fordulunk vissza ezek vissza akartak fordulni. Tudod miért? nem voltak felkészült keresztények. Nem voltak felkészült utazók. Ha utazol bárhova, ha megfelelő felkészüléssel élmény az utazás, nem megfelelő felkészüléssel dráma. Ha csak fel kell menni a fogarasi havasokban, és felmész motorral szép napsütésbe, és mikor feljutsz, kiderül, másnap ekkora hó van, és le kell jönni, hát az nem egyszerű. Én megjártam én egyszer így. Kiszálltam reggel, tornacipővel a hóba, már mentem az autó még. Nem kell mondjam, akkor nem volt ott téli gumi, nyári gumi. Tudjátok, akkoriban még nem is volt mindenütt korlát, gondoljátok, hogy jöttem lefele, az ima életem megújulva. Így járt, Izrael nem volt felkészülve, de higgyétek el, nem csak Izrael nem volt felkészülve, nagyon sok keresztény nincs felkészülve erre az utazásra. Három olyan es, ö, ö, meglepetés érte Izraelt, csak ebben a történetben 40 év alatt, sok más is, ami úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy feldolgozzuk, felkészüljünk. Mert van, valahogy nem tudom miért van, de azt gondolná az ember, hogyha már megtértünk, Hála Istennek, megtértünk, akkor valahogy úgy kéne, hogy valahogy gondmentesen, bajmentesen, akadálymentesen menjünk az Úrnak az útján, két angyal előttünk, kettő mögöttünk, három jobb oldalt, három baloldalt, kettő fogjon az ölébe, egy simogassa a fejünket menet közben. Na de egy kicsit nem így van. Azt látjuk, hogy alig indulnak itt el, azt mondja az ige, hogy jött, az arad királya, és megtámadta Izraelt. Az első dolog, amihez meg kell tanulni, hogy keresztényként konfliktusokkal lesz problémád, és konfliktusok lesznek. Jézus maga így fogalmaz, hogy háborúságunk lesz, minden embernek van konfliktusa. Egészségedre. Ha a konfliktust megtanuljuk kezelni, akkor sikeres vagyunk. Ha nem tanuljuk meg kezelni, nagyon drámai, tragikus vége lehet. több ember ebben esik el, hogy hát ő megtért, és konfliktusa van a gyülekezetben. Megtért, konfliktusa van a családban. Sokszor elmondtam, én is azt gondoltam, hogy az ember megvan van térve, akkor a házasságban biztos már nincs konfliktus, hát csak egy angyal, egy angyalné, hát csak nem veszekednek. Ne is veszekedjenek, az meg lehet hogy ne veszekedj, de a konfliktus úgy is lesz. Mert egy fejű férfi és egy kerekfejű baba az soha nem egyformán fog gondolkozni. Akárhogy megerőltető. Én még nem találkoztam olyan férfivel, aki megértene a nőket. Mire megérteni, már megváltozik. Így van, de nem mondtam el egy jó viccet. Ma hallottam egy jó viccet. Szóval három ember jut a mennybe. Egy baptista, az is jó, hogy oda jutnak azért. Van, aki onnan oda jutunk neki, de nem csak mi jutunk oda. Egy katolikus és egy karizmatikus. Megérkeznek Szent Péterhez, mondja Szent Péter, kicsi baj van, nincsen még kész a házatok. Áttelefonál az ördögnek, és mondja te, én nincsen, nem vagyok elkészülve, fogad létsz, és addig, amíg befejezem a házukat. Átküldik a... Egy óra múlva telefonál az ördög, Baj van? Mi a baj? Hát a baptista, azt mindenkit meg akar téríteni a pokolba. Katolikus, azt mindenkivel ki akar békülni a pokolba. Karizmatikus, gyűjtött pénz klímára. Ezt eldöntöttem, elmondom nektek, mert nagyon tetszett. És kicsit olyan keresztényes mint a konfliktus, az nem azért van, mert te akarod, hogy legyen. Nem azért van, mert te valamit csinálsz jól vagy rosszul, hanem ez a és egyik nagy következménye, amikor bűnbeesett az ember, attól a naptól fogva van konfliktus a családba, az egyházba, a társadalomba, a, munka, a munkahely nem bír levegőt venni, olyan gyorsan akarok prédikálni, van konfliktus. És normális, hogy van konfliktus. A kérdés az, hogy hogy vizsgázunk a konfliktusban. Jézusnak volt konfliktusa. Hát azt mondja, engem gyűlöltek, titeket is gyűlölni fognak. Tehát ha téged gyűlölnek, akkor ma hasonlít Jézusra. Ez már nem is rossz. Legalább ebbe hasonlítsunk rá. Jákobnak volt konfliktusa? Izsáknak volt konfliktusa? Józsefnek volt konfliktusa? Mindenkinek van konfliktusa. A konfliktus hozzátartozik a pályafutásunkhoz. Nem vagy felmentve. Sok embertől hallottam, nem mert többet a gyűrűben, mert ez vagy az van. De értsd meg! Megnézhetitek, micsoda drámai következménye lett azért, mert nem tudták kezelni a konfliktust. A konfliktussal indult, ez az egyik tényező. Nem kell megijedni a konfliktusoktól, de meg kell tanulni Krisztusi módon viselkedni benne, mert vizsgázunk minden konfliktuskor. Akarod tudni egy ember, kicsoda, tudod, mikor tudod meg igazából, mikor valaki megsérti. Hát most őszintén, a terelő kutya és a bárány nagyon hasonlítanak adott esetben egymáshoz. De ha megtéped a az egyiknek, meg a másiknak, hamar rájössz, hogy melyik volt amelyik kereszténynek agyara nő, ha megsérted, azzal baj van. Az tépőzáras bárány csak. Vedli le, mint a kígyó a bőrét. Drága barátaim, nagyon fontos, hogy megtanulod kezelni a konfliktusokat. Ke Krisztusi módon. Hogy Jézus hogy viselkedett a, 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 a konfliktusokban? Elvitték oda Pilátushoz, mindent rászettek. Részeges, tróger, mindent. És száját nem nyitotta meg. Nem tudta az érz... nem engedte, hogy a sérelmek a száját és az agyát elborítsák. Hát máskülönben nekünk nagy jaj lett volna, ha akkor felment volna a cukorkája. Én nem is ülnék ma itt. Egy dolgot ne felejtsd el. Minden konfliktus, Főként nem is te kezdted. nem van, amit mi kezdünk, az is előfordul. Mi is tudunk konfliktus kezdeni, kezdeni, nem kell megjedni, De ha nem is vagy hibás, akkor is vizsgázol. Második dolog, amit látunk, ami meglepte őket, hogy veszteségeik voltak. Ott van az angyal, azt mondta az úr, hogy az én orcám megy veletek, megtámadja az ellenség, és foglyok vannak, és elrabolnak embereket. Keresztényként? Veszteség? Ha hát lehet ilyen? Ne legyen, de van. Tudod, nagyon elárul sok mindent egy emberről, hogy hogy viselkedik, mikor a jó hír nevét veszti hozzáholnak, amikor anyagi vesztességek érnek. Sok mindent kijön az emberből. Vizsgázunk. De van egy jó hírem. Az Úr nem hagy magadra a konfliktusokba. Az Úr a kárpótlásnak az Istene. Van egy csodálatos íge, hogy kárpótolom az esztendőket, amit a szöcske és a cselebogár megemésztett. Van Istennek gondja arra, hogy kárpótoljon. De nem igaz az, hogy fel vagyunk mentve tornából. Nem igaz az, hogy nincsenek keresztényként vesztes napok. Vannak dolgok, amik nem úgy sikerültek, ahogy szerettük volna. Sőt, mondja az igaz, hogy foglyok voltak. Vannak emberek, hogy a családjában a gyermeke az alkohol fogja, a másiknak a droga fogja, a világa fogja, vagy a tisztátalanság. És te úgy, mint keresztény, nagyon nehezen. Hogy lehet? Jó hírem van, az Úr a szabadító. Ne törődj bele, ez egy rossz megálló. De nem itt volt vége a történetnek. A vége ott lesz, amikor színről színre meglátjuk az urat, de átmenetileg vannak idők, amikor úgy tűnik, hogy veszteségek vannak. És akkor fordulunk vissza? Nem fordulunk vissza, hanem vizsgázunk. És a harmadik dolog, amire ugyanúgy fel kell készülni, erre a három dologra fel kell készülni, kerülő úton vitte őket az Isten. Tudjátok, hogy Egyiptomból igazából Izraelbe körülbelül három hét alatt fel lehetett menni. És mai napig is fel lehet menni. Hát a gázai övezet pont az útvonal lett volna. Hát az is van egy háborút. Három hetes út, 40 év alatt se jutottak be. Ez szerint a kerülő út, amikor eltelik úgy év, egy év, két év, tíz év, hogy valami nincs áttörés az életemben, uram, van akinek az anyagi élete, olyan, mint a 40 éve. Van, akinek a házasságában vannak kerülő utak. Borzasztó nehéz. Mikor imádkozol valamiért, és érzed, hogy valamiért, késik. Volt olyan dolog, amiért imádkoztunk, este reggele meg volt. Fú, mondom, te, ha így menne minden imám, de jó lenne. De volt, hogy este imádkoztam, és mi lett? Semmi. Legalábbis a látható szinten ezek a kerülő utak, és ehhez is van részed, és van részünk. Nem minden, az anyagi területen is. Van, akinek így megy, és van, akinek így nem megy. És nem egészen tudod megmagyarázni, mert pont úgy dolgozol, pont úgy küzdesz. Nem, de hát az úr gyermeke, hogy mit imádkoztam, még hittem is az Úr áttörést. Szóval, hogy azt megáldja az Isten, azt is megáldja. Állam meg. Drága testvérem, kerülő úton vezet az Isten. Ő ott vezet, ahol ő akar. Nem mi dirigálunk az Istennek, nem vagyunk ebbe a helyzetbe. És ilyenkor vizsgázunk. Ilyenkor derül ki, hogy kik vagyunk. Miért van ez a három dolgot ismételjük el, mert erre még szükség lesz. A konfliktus kezelés? Mondjad a szomszédodnak, meg kell tanulni. Meg kell tanulni a konfliktus kezelést. Nem azért van, mert te jó ember vagy, vagy rossz ember vagy. Még csak ne is hibáztasd magadat, nem, nem kell hibáztasd magad. Nem azért van, hanem azt kell megtanuljunk, hogy ezen is győztesen menjünk át. Vannak, amikor vesztességek vannak. És vannak olyan dolog, amin az Isten kerülő úton vezet. Biztos voltál, ezt te két év, három év, négy év, megoldom, és már 14 éves, mindig nincs megoldodva. Fú. Miért? Egy ígét hadd olvassak, és emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr a Te Istened, én már 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson, megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben. Ja, ez a három dolog, amin keresztül az Úr röggenez, ott a tüdő szűrőn, De beállsz érted, sugaroznak, és vissznézik nézik a tüdődet. Nagyon fontos, mert életet ment. De nem az ellenséget, azaz ment, megmentőd adott esetben. És így tesz velünk az Isten! A konfliktusokban is mi nagyot vizsgázunk, kiderül, hogy bárányok vagyunk. Megcsavarod jól a farkát a báránynak, tudod mit fog csinálni? Mit fog mondani a bárány? Nem fog mondani. Akkor nem, mert még azt sem mondja. Tudod, mikor mondja, hogy be? Mikor szomjas. Mikor meglátja a pásztort, oda fut hozzá. De amikor szenved a bárány, én tudjátok a szakmát, a mezőn tanultam, ott kezdtem. 14 évesen apám odadott, kivitt a hegyekbe, egy pásztor mellé, és ott gyakoroltam. Én nem tudtam, hogy pásztor leszek, de most már rájöttem. Zár, és tudd meg, hogy van hasonlóság. És a bárány, amikor bántják, például levágják, egyetlen egy szót sem mond, akkor nem mondja, hogy be, sír. Könnyezik. Ennyi. Drága barátom, addig, amíg nem tanulod meg a konfliktusokat elegánsan kezelni, itt maradsz a horm. Milyen, é, é, milyen település ott, horm? Horma. Azt jelenti odaszállás. Addig nincs továbbmedés. Ez egy vizsga. Megnéznéd, mielőtt a a, a, beöntött kenetet beöntöd valakibe, hogy milyen az edénye? Szemetes nem lehet önteni. Felbosszantanak, és kijön a szemetes csötörés volt a szomszédban. Szemetes kifolyik az emberből. Azt jelenti, hogy baj van. Meg kell térni. El kell változni. Azt mondja Jézus, hogyha valaki elveszi a felső ruhádat, Ad fel perre, verd agyon a bicskát, állíts a hátába, legyen fakasztó a hátán. Ezt mondja? Nem, adod a nekem másikat is. Tanulj meg veszteni. Vannak embere, ne kölcsön kérne, nem adnak vissza. Nem kell megbolondulni tőle. Annyit adj, hogy úgy adja, hogyha nem adja vissza, azért ne dőjön össze az anyagi életed. Ezért nem szabad engedni, hogy naív legyél, és, és, és visszaérnek a pénzedet. Mert vannak hősök, akik ilyen kölcsönkérő hősök. Annyit adj, hogy ne sajnáld utána. Azt mondja, hogy adjatok kölcsönt, semmit érte, nem várván. Ha millió vagy, újban zsebedbe, itt van ezer euró el, és fürödj meg vele, mit érdekel. De ha csak ezer eurós a fizetésed, akkor adj, itt adja, mennyit akarsz. Jézus azt mondta, szegények mindenkor vannak, jót teszhettek akkor, amikor akartok, ebben a szabad akaratod a döntő. De ha adtál, akkor ne, ne egy ideges. Nem adjam vissza. Hát borzasztó, kölcsönkérő. Milyen keresztény? Hát ilyen kölcsönkérő keresztény. Ilyen is van. Kódus keresztény. Hát aki mindig kér, az nem kódus. Kéregető. Lehet, hogy nyakkendővel van, lehet, hogy néha felmászik a lépcsőről, hogy jobban. De van ilyen. És amíg ezt nem tanulod meg vagányul kezelni, addig ott vagy még hormonál. Vagányul. Kérték a felső, add oda neki. tudod, mi leszel? Még gazdagabb. Az úr megjutalmaz. Téged a kanaán vár, az áldás vár, de mielőtt oda bevisz, a szívedet leröggerezi. Oda van ragadva a az eurók. Új, barát. Jó téma. Arig lehet kimondani ember, azt a mindenét. Ez a fukar hülye démon. Ez a fösvény, az a fösvény, a hagyi tudószék. Mamon szellem. Na nem baj, eldadogom. Addig, amíg az ember nem tanulja, ilyenkor derül ki, hogy mi a pénzhez ragaszkodunk, vagy a szeretethez jobban? Van, amikor Isten oda vezet. Ezelőtt, három évvel, négy évvel, akkor fizettem le a lakásomnak az utolsó részletét. Én talán kisebb fizettem, jön egy levelem a postába. Elveszíthetjük a lakást egyik napról a Teljesen már, már az utolsó részt fizettem, vagy már ott voltam. És jön egy levél, hogy mindent el, ha nem fizetek valamennyit ki, nem tudom, sürgősen, mindent elveszíthetünk, mi néztünk össze. Ó, oh. mi lesz? Hát elkezdtük viccelődni. Hát van lakóautónk, meghúzódunk benne, valahol kérünk egy parkolóba egy kis helyet. Ez valóságos volt mert a szomszédaim közül többen elvesztették, van, aki is ismertek, teljesen a lakásukat. Úgyhogy kifizették a lakásuknak 80-90 százalékát. De hát vannak ilyen húzások. Isten kipróbálja néha, hogy hogy áll a szíved. A mamon nagy főnök lakik benne, ha van lóvé, jó testvér vagy, nem nincs lóvé, nem esik le semmi. Pénz szabad a pénztől is. Légy szabad. Tudj adni. Tudod igazából, mennyi értéked van Isten előtt, hogy mennyit tudunk adni? Hát azt, ami itt van a zsebünkben, majd amikor majd eljön elköltözés, nem, senki ne halljon meg, mert nem szabad meghalni, mert eleget temettünk. De ami a zsebünkben lesz, amikor elköltözünk azt majd az örökösök vagy megkapják, vagy nem. Nem is biztos, hogy meg a jól eldugtat, nem kapják meg. Rábontják a házat, és esetleg az építők közül. De amit odaadtál egy embernek, megáldottál valakit vele, azt előre küldted, azt a mennybe jegyzik. Meg kell tanulni, adni. Óriási ajándék. Ezt megérted, a feleségnek adott pénz nem elveszett pénz. Képzeld el, amíg a zsebedben van a pénz, az egy tárgy. Ha odaadtad a feleségednek ajándékul, az egy befektetés, és amennyiben jegyzik, ez szereti a feleségét, ezért megáldom. Még többet adott neki. Nem mondom, hogy ha nem úgy csinálod, bocsássa meg neked az Úr. És nyissa meg azt te drága szívedet, és szabadítsa meg attól a nagy mamon szellemtől, hogy az asszonyba kell először befektetni. Az első terület, ahol kiderül, hogy milyen keresztény vagy, hogy a feleségednek mennyi pénzt adsz. Hogy milyen keresztény vagy? Az úrnak hogy állsz a pénzed, de a szegényeknek. Hát most gondolj belé, dőzd el, milyen szerepet akarsz az életbe. Ó, drága Jóisten, még egy kicsit adjál, olyan jó lenne, lenne kövérebb zsebem. Veszek, egy farmet azon több zseb van, kérlek szépen, ága jó Isten, még adjál. csak akkor egy-egy áldás -egy hullogat. De lehetsz egy olyan ember, aki csatorna vagy, uram. Kit szeretnél rajtam keresztül megadni? Hoppá, azt az ember. Jön a karácsony. Gondolkoz. De karácsony előtt szombat, hogy ah, mit kéne vigyek valakinek. Ah, van itt egy elromlott DVD lejátszó, elviszem. Vagy egy piküppöm. Nem tudod, hogy már nincsen lemezese. Most gondolkoz, kit tudnék megáldani? Kinek tudnék örömet okozni? Az adás elárul téged. Amikor adunk, az vesztesség mindig. Úgy tűnik, hogy hiányzik. Megengedte Isten. Nem mondta az angyal, hogy ha ne hogy aztán senkit egy csürkét el nem visztek innen. Sem megengedi. Isten megengedi. És nem kell összeomoljon a hitet, hogyha valamint úgy történt, ahogy nem, ahogy nem kellett volna. Tanít Isten adni, lemondani. És tudod ki a gazdag ember? Aki adni tud, nem aki kapni. Ki állandóan így tartja a kezeit, az milyen? Béna. De aki tud adni, az gazdag ember. És téged Isten gazdagságra hívott el. Hidd el. Nem, Koldusságra, szegénységre. És a harmadik terület az, hogy amikor várni kell, mert nem így jönnek az ima meghallgatások, hanem körbe. Egy év, kettő, tíz, vagy még több, van ilyen. Akkor is jó várni, és megadással lenni az úr előtt. Uram, várok rád. Szabadíts meg. Nehéz helyzetben van vagy a gyermekem, vagy te, vagy a családod, vagy mindenkinek van olyan terület, hogy úgy szeretnénk. De kerülő út, vizsga. Tudod, hogy az egyik legnagyobb probléma szerintem a kereszténységnek mi? A törelmetlenség. Uram, kérlek, megígérted, erőről, erről, áldásra, áldásra. Isten nagyon-nagyon meg akar téged áldani, ez igaz. De van valami, amit még jobban akar. Tudod mit? megszentelni, azt jobban akarja, mint megáldani. Mert szentség nélkül senki nem jött fel a mennybe. És ez az első. És azt követi Isten, hogy hogy tudjon megszentelni, és van, amikor megvárakoztat, Saul tudod, hogy hol bukott le? Amikor Sámuel késett. Mondta neki, várjál rám egy hétig. Nézd az órát, Saul lejárt a hét, adjátok ide, áldozzak. És amikor épp folytat, befejezte volna az áldozatot, megjelenik Sámuel. Azt mondja Sámuel, ezt elszólt a töregem. Ma megerősítettem volna a királyságodat örökre, így elvezett. És mi volt a baj? A türelmetlenség. Légy türelmes az anyagiak szerint, légy türelmes magadhoz, magadhoz is. A házasságnak pedig ez az első és az utolsó betűje. Türelem, türelem, mikor az elfogy, akkor hosszú türelem, és akkor az is elfogy, akkor veszed előről, megint türelem, és akkor türelem, hosszú tűrés, türelem, hosszú tűrés, türelem, hosszú tűrés. Ez a titok. Nem két nap, Isten is hét nap alatt teremtett az földet. Hat nap alatt, bocsánat. Nem, hogy, hát ez borzasztó. ez meg az egész életünket, Isten arra teremt, célozta, eh, hogy megszenteljen, elkészítsen. Egyért türelmes. Jó, én már tíz éve gyülekezetben járok. Mindnyi tizedet adtam, hamar szoroz be mindegyiket. Így, jó, Ön, és még nincsen, nincs házam. Nincsen BMW. De lehet, hogy nem volna a pénzed, mert tankolod. Jó sokat fogyaszt a nagy BMW. -re. Nem fogyasz sokat? Nem? a szervizbe letakszálnak. 10-11. Hárnyékba. <hállás> Isten először megnézi, hogy alkalmas vagyok. Mi derül ki a szívemből? Tudsz várni? Jákob szeretetét midenített? mi mivel bizonyította be Jákob, hogy szereti Rákelt? Nem mondta, hogy leszettem neki tulipántot, vittem neki egy szál csokrot. Nem mondta, viszek egy kecskét, mint Sámson, hanem tűrt neki hét évig. Várt hét évig egy nőre, Képzelde, el, az nem semmi. De úgy, hogy lábán figyelte, tehát más akció nem volt. Hét évig egy nő után várni. Úgyhogy semmit nem kapott meg reménykedett. Tudod miért? Mert szerette. Ez a szeretet és a reménység kapcsolata. Legyél türelmes. Hát akkor, hogyha már feleséged, akkor miért ne várnál még 70 évet érte? Csak 70 évet kell kibírni. Utána már könnyen megy. Hogy most milyen? Hát nem baj. Majd 10 év múlva lehet, hogy más lesz. Közben megvénősz, nem biztos, hogy már jól fogsz hallani. Adjük, ő, meg nem, ő már nem fogja jól látni, úgyhogy egész boldogok lesznek. Nem szabad, Nem vetsz olyan szívre az életet. Legyél türelmes a házastársadhoz. Nem olyan könnyen megy a változás, hogy most aztán, most már elegem van, én már nem bírom. Hát igen, az Isten mióta kín, szemved, ember? Hát szenved, amióta meg, az első szuflád megvan, azóta szenved már. Hát nem, mit bosszantottuk az Isten? Vagy valaki van, aki nem, akkor szóljon, mert én nem láttam még ilyet, legalább látok egy csodabogarat. És akkor egymáshoz miért nem kellene türelmes lenni? Türelem elárulja, hogy ki vagy. Szoktam mondani, a fiataloknak ha akarod tudni, hogy ki egy normális ember, és ki nem, hívj fel három-négyszer telefonon este tízkor, tizenegykor és lesz szólj a telefonban. No, nem, semmi. Nézd meg, hogy édesanyádat, nagyanyádat kit fog emlegetni? Mindjárt kiderül. Vagy hozsánázni fog, hallelujázni, ágyba küld, hova küld? Egyből kiderül. Hát Jézust, Jézus ütötték, korbácsolták, és nem azt mondta, na figyelj, eddig keresztény voltam, de azért tisztázunk egy dolgot. Ennyi elég volt. Nem szedette le a szenteket, nem küldte le ránk, hanem tűrt. Simátkozott értünk. Türelem, mondjad a testvérednek, aki melletted ül, légy türelmes. Meg fogod látni az Úr szabadítását az élőknek földjén. Nagyon nehéz, nagyon nehéz. Néha úgy tűnik, hogy ne... meddig, Uram, meddig? De ezt mindig arra gondol, hogy Isten is tűr neked. És le, nem vagyunk korrektek, hogy mi imádkozunk, úrham, bocsáss meg, meg én hülyeséget csináltam, ne haragudj, ma is hülye voltam, tegnap is az, holnap is az lesz egy bocsánat. De kijövünk, és akkor ez miért nincs jól? Az miért nincs jól? Azért nem korrekt. Legyél korrekt. És akarod bebizonyítani, hogy nagyon-nagyon-nagyon szereted a társadat, akkor legyél nagyon-nagyon-nagyon türelmes hozzá. Nem kell mindent. Azért van két fül az embernek, hogy amikor itt bemegy, van, amit ki kell itt engedni. Ezt komolyan mondom, ez az egyik titok. Nem kell mindent meghalani. Ajánlom a Sisi filmet, ott az öreg nagyon jól bemutatja. Ferenc Jóska. Teszi magát végig, lejátszódja, hogy hol hal, hol nem. Tudott valamit, a, aki rendezte is tudta, hogy mit kell csinálni. És az, a színészek is nagyon ügyesek voltak. Na de nem ezt. Most eszik le a Jó, az is. De nem lejátszhatjuk jövő alkalomra, gondoljátok, egy jó film. Szerintem tényleg rég nem láttam, be is lehetne milyen magában egy szombaton megnéznénk. Megvagytok botránkozom, mi? Hey, ragad ránk a vallásosság, mint a szegélyre a tetű és elindultak a Hórhegyétől a Veres tengerhez vívó úton, hogy megkerüljük Edomot, és a népnek a lelke megkeseredét út közben. Látjátok, mi a veszély? Hogy ha három vizsgán, ezen a három vizsgán nem megy át az ember, akkor megkeseredik. De értsd meg, ezen mindenkinek át kell menni. Van, akinek nagyobb vizsgát, van, aki szigolatot. Tudjátok, a szigorlat azt mondtad, hogy legalább kettőből vizsgál, de van, a négy éves anyagból kell. Ami az elejét már rég elfelejtett, csak akkor kérdik. Akkor már nagyon sok imával megy át az ilyen. És az ilyen, ezek a vizsgák ilyenek. És, mit, és Izrael az a, az a óriási nagy baj. Nézzétek meg. Meg vannak támadva, az ellenség megtámadja, bizonyos, bizonyos, dolgok, bizonyos gyermekeket, embereket elrabolnak tőlük, tehát vesztességük van, erre fel a legnagyobb baj ezután jön, mert megkeseredtek, és tönk nagyon nagy bajt csináltak maguknak. Nem engedheted meg azt a luxust magadnak, hogy megkeseredjél. Mondjad a szomszédok, nem keseredhetsz meg, ne keseredjél meg akkor sem, ha rettenetesen nehéz helyzetben vagy. Ne felejtsd el, hogy van egy Istened aki nagyon jól tudja, hogy mi mész, és egy nap meg fog szabadítani, meg fogod látni az Úr szabadítását az élőknek a földén. De addig várni kell. Nem engedheted meg ezt a luxust. Igazából a, a, az ezt követő történet drámája, nem voltak felkészülve. És láttam sok keresztény is. Hát ilyen, a világban nem volt ilyen, Egyiptomban nem volt ilyen problémájuk. Mert egy az fogság fogságidő. Amikor az úr útján elindulsz, tudjad, hogy lesznek ilyen kellemetlen dolgok, és a lényeg az, hogy legyünk felkészülve. És tudod, mi a veszély mód? Megkeseredett a lelkük. És tudod, miért veszélyes a, lel a léleknek a megkeseredése? Már azt mondja a Biblia, hogy az úrtól való szövétnek az embernek a lelke. Vagy mécses. Tehát ne kaptunk mindannyian egy szép elemlámpát. Tudta az Isten, hogy én miért szeretem úgy az elemlámpákat? Mert kaptunk, és tudod mi ez a lelked? Tehát a lelked világítja be a belsődet, és látod, hogy merre menjél. Na a pillanat, amikor az megkeseredik, akkor csak füstöl, nem világít, és akkor elkezd az ember hülyeségeket csinálni. Megkeseredett lélekből mi lett a következménye? Megkeseredett beszéd. Amikor hallasz embereket, hogy nagyon rosszul beszélnek, ne haragudj meg rájuk. A szegények, meg a, a lelkük megvan keseredve. Nem is fogalmuk nincs, hogy mit, milyen veszélybe vannak. Megkeseredett beszéd után jött? A kígyók. Kígyók után miért? A halál. És nem elég, hogy az ellenség megtámadta őket, tönkretették ők magukat. A keserőséggel tönkreteszi az ember saját magát. És közben ez egy vizsga volt. Meg akarta Isten nézni, hogy mi van a szívükbe. Nem engedheted meg magadnak, hogy elkeseredjél. A lelkünket nekünk kell vigyázni. Emlékeztek, Annával nem olyan rég beszéltünk. Mit csinált? Jött az úrhoz, kiöntötte a lelkünket újra és újra ki kell tisztítani. Mert vannak olyan események mindennyiunk életében, ha sok a konfliktus, ha nagyok a vesztességek, akkor nagyon hamar megtelik a lelkünk. Na de ha a szemetesen gyakrabban megtelik, mit csinálsz? Írunk a polgármester úrnak, hogy gyakrabban vigyék el a szemetet. Az úr áldja meg a polgármester úrt is. És az úrtól vannak, hogy erre meg a második választást is. Jézus, vére fedd össze, családoddal együtt. Minél jobban megnő a, 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 a szemetesünk, minél akkor gyakrabban kell ki üresíteni, de nem tudod meg, azt megállítani, hogy ne kelljen. Az nem oldódás, hogy én elhordozom, nem tudod elhordozni, csak megkeseredni tudunk. De azután már a szája az embernek elárója. Honnan lehet látni, hogy valaki meg van keseredve? Na nézzük meg gyorsan, nem azért, hogy megtanuljuk ezt gyorsan, mert ezen gyorsan repüljünk túl, inkább a következő az érdekesebb, de egy, azt mondja, nincs kenyér, nincs víz, nincs ez, nincs az. A megkeseredett lelkű ember a negatív dolgokat az életben nagyon felnagyítva látja. Azért gondolj bele, 40 éven át, már majdnem mint az út vége felé voltak amúgy, 40 éven át ettek, ittak, egyik se halt éhen, egyik se szomja, halt szomjan. Tehát azért csak el voltak látva. Képzeld el, nem kopott a cipőjük. És akkor még utána, ami pedig volt nekik, minden nap hullottam anna, Azt mondta, ezt a hitvány eledelt meguntuk. Képzeld el, milyen nagy dolog lenne, mennél ki minden reggel, és a kapudba, a napi kaja az egész családnak ott volna, csak össze kéne gyűjtsetni, mint a diót. És így éltek 40 éven át. És azt mondta, hitvány. És az, az, a Zsoltárok könyvében pedig olvassuk, hogy az angyalok kenyerét tette az ember. Va, ezek szerint, az mennybe, fogunk enni mannát, és fogunk inni Jézus Krisztussal együtt bort. És egy mennyei kajára azt mondták, hogy már unjuk, érted? Unjuk. A hitvány kaját. Amikor keserő az embernek a lelke, akkor az értékeket az életében nem tudja értékelni. Az értékes embereket nem tudja értékelni. Vagy a hitvány. Nem volt a Földön, nincs olyan kaja a Földön, most sem ez a, hogy jövják ezeket, ami én eko, vagy hogy csinálják, bio, bio. A bio kaja nincs olyan, mint a mennyei. Nem volt ennél jobb a földön, és azt mondták erre, hogy hitvány. Akkor megkeseredik az ember lelke, nem látja a jó dolgokat. Például nem látja, hogy milyen jó férje van, nem látja, hogy milyen jó felesége van. Nem látja, milyen csodálatos gyermekekkel áldotta meg őt az Isten. Nem vesz észre, hogy ő egészséges, fel tud kérni, nem éppen egy, egyértelmű. Azért vannak egy páron, akik bennünket követnek, tolókocsiból is. Tudod, milyen boldogan eljönne a Gyülibe? Ha nem mond természetes, hogy csak így mozgatjuk a kezünket. Ezért, amikor csak tudsz táncoljál, ő annak, annak, hogy tudsz mind a két lábadat mozgatni. Amikor baleset volt, emlékszem, emlékszel? lábaiddal nagy baj volt. És emlékszem, hogy eldöntötte, nem baj, az úr megadja, még fogunk együtt táncolni. Az eset le, a kórházban meglátogatva. Elhozza az úr, együtt fogunk táncolni az úr jelenlétébe. És mindig megragadok minden lehetőséget, hogy táncoljak, mozogjak, dicsérjem az urad. Amíg élek fogom csinálni. A száz évig fogok prédikálni, száz évesen is fel fogok emelni a kezemet, és dicsérem az urat. És, és nem mondja hát minek? Azért, mert nagyon nagy dolog, hogy tett az Úr velünk. Nagyon nagy dolog, hogy élsz. Nagyon nagy dolog, hogy van üdvössége. Jaj, meg van üdvösségem, tényleg. Hát nézd meg, hogy aki, aki megy, már költözik el, őt már annyira nem érdekli. Se a hírek, se az, hogy milyen telefonod van, az érdekli, hogy hova megy. És mindezt megadta az Úr. Egymást is csak akkor tudjuk értékelni, ha egészségesek vagyunk. A beteg lelkű ember, és ha ez vagy, és eltaláltalak az igen, ne haragudj rám, én nem kipeszélek, nem bántani szeretnélek, segíteni szeretnék. Ha, nem ha, ha állandóan be vagy ragadva a negatív dolgokba, és olyan nagy probléma, hát tényleg, vannak az életben problémák. de Ne felejtsd el, sokkal több jó probléma van, a jó dolog van az életedben. És azt mondja Bébi, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Azt mondja, hogy el, és el ne a semmi jó téteményét. Van miért hálát adja az Istennek? Hát csak néz körül, hány kedves, mosolygós, arcú testvér, barát van melletted. Hát már ezért érdemes hálát adni, mert megvan írva, hogy örüljetek az örülőkkel. Úgy, most így, így lefényképezlek, ígyetlen. Csont van a derekatokban, megértem, de a nyakatokban is, de most kérlek egy pillanat álljatok fel, köszöntsétek egymást normálisan. Mondjad a hogy de ember vagy, milyen jó, hogy itt vagy, milyen fantasztikus, hogy itt vagy, jó az úr, jó, hogy itt vagyunk, Dicsérőd dicsőség az úrnak. Örülj a testvérednek! <Szorítan> Jó, hogy itt vagy! Dicsőség az Úrnak! Még történt egy dolog, azt azért még, mielőtt a jó oldalára mennénk, ezt még hadd nézzük meg. A megkeseredett lelkű ember elkezdett beszélni Isten ellen és Mózes ellen. Mert ez egy, egy gonosz spirál a keserűség. Ha az ember lelkét elkapja, elkapja aztán a nyelvét, megy úgy lefele. Drága barátaim, szeretnélek valamire figyelmeztetni. Bármilyen mész át, milyen vizsgán mész át, bármilyen nehéz, vagy bármilyen régóta tart egy problémát, soha ne beszélj sem Mózes ellen, se az Isten ellen. Ki a Mózes? Hatalmasságok. Politikai hatalmasság. Lehet szídni, de nézd meg, hogy mi történik azzal, aki a hatalmasságokat szidja. Ha valaki nem tudna, elmondom. Róma 13.2. Figyelje mindenki. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene. Aki pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. Más szóval kikerül a kegyelemből ez az ember, és átkerül az ítélet alá. Mi kegyelemből tartatunk meg minden áldott nap. De abban a pillanatban, amikor a hatalmasságban levő embereket valaki bántja, akkor is a politikailag nem értünk egyet. Például a mi államelnökünk, én nem értek egyet. Általában semmibe. De akkor is megilleti őt az államelnöki tisztelet, és nem beszélhetünk róla rosszat. Mert az úrtól azt mondja, aki hatalmasságnak szökik, az az Isten rendelésével. És mi történik? Áthelyezze az ember az ilyen embert, az Isten, a kegyelem állapotából az ítélet állapotába. Jaj, ezért jöttek a kígyók, mert Isten addig kegyelmezett nekik. De amikor elkezdték szídni Mózest, elkezdték szídni a, az Istent, akkor áthelyezte az ítélet állapotába, és akkor vette. Na, lássuk meg, te hazudtál, te csaltál, na, jönnek a kígyok. És a kígyóknak szaglászuk van, kit kell harapni jobban. Tudják, meg van parancs, nekik a itinerál. A férjed is hatalmasság, szeretném, hogy tudjad. Tudtad? A fejed nem tettek róla, A férhez mentél, nem mondták meg, most megmondom, most legalább utólag tudjad. A férjed a hatalmasságod. Ha szídod a férjedet, ítélet alá kerülsz. És utána az ítélet alatt jönnek a kígyók, mert behajtják. Á, meg azt mondja. 12 éves korod óta számoljuk. Hányszor hazudtál, hányszor loptál, hányszor gondoltál hülyeséget, csináltad, így, így. Erre jön tíz kígyó, egyik a, fe, a szádat, szét, a nyakadat, a szádat. Nem hiszitek? Hadd olvassak fel meg egyiget. És bocsáta az Úr a népre tüzös kígyókat. Isten jó, de neki van egy rendszere. Ha kegyelembe vagyok, akkor védelembe vagyok. De csak addig. De ha a kegyelem helyett én megsértem azt a szabályt, akkor Isten át tud tenni a másik csapatba. És Isten engedte, küldte a kígyókat. Nem, nem véletlen, nem elszabadultak az állatkerből, hanem az úr bocsájtotta rájuk. Tudod miért? Mert szidalmazták őt és az ő felkentjét. A főnöködet nem szíthatott, Ádott volna több fizetést, nem vagy köteles ott dolgozni. Mondhatod, drága főnök, nagyon értékelem, hogy eddig dolgozhattam, ah, védezzen. Nem védkezel. De ha szidót, hatalmasság ellen védkezel, mert nincs hatalmasság, hanem csak az Istentől. Van politikai hatalmasság, van gazdasági hatalom ez a főnököd, van uh, egyházügyi hatalmasság, itt én is hatalmasság vagyok, kérek szépen, vigyázzatok, mint beszéltek. És van családi házas, eh, eh, há, eh, családi hatalmasság, ilyen apád, anyád, a férjed, nagyanyád, nagyapád, szép apád, vagy dédapád és dédanyád. Négy, négy generációra vigyáz. Ha az öreg tróger volt, nőcsábász, akkor se szíthatod. Nem mondom, megérte a pénzét a tróger latorra. Soha nem mondtad szient. Ő a főnök, ő, az, ő hatalmasságot. Rosszat mondasz, ítélet alá kerülsz, és jönnek a kígyók, és imád, ura, szabad is meg! Mandat de arrestare! Kaptunk parancsot, ezt a hites szedjük ketté. Nem hiszitek? Néztek, ne hülyéskedj. Hát még olvassuk egyet, ha nem rázott eddig ki a hideg. És megmardosták a népet. Tudod, melyik népet mardosta meg, akit kihozott az úr e, e, Egyiptomból? Azt a népet, akiért harcolt, aki meghalt, egy, Izrael, Egyiptoma minden elsőszülött. Azt a népet, a, a, aki előtt ketté nyílt a tenger. Azt a népet, akit Isten hatalmas kézzel vezetett. Az új szövetségben gondoljátok, hogy nem pont így van, még inkább úgy van. 1 Korintus 11.29-et olvasom, mert aki méltatlanul, eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak a testét, ezért van ti köztetek sok. Erőtelen, beteg és alusznak sokan mivel hogy nem becsüli az Úrnak a testét, az is e hatalmasság. A gyülekezet az Krisztusnak a teste, egy hatalmi rend. És azt mondja, hogy aki nem becsüli, ez még súlyosabb, az mi lesz? Erőtelen, vérszegény, vézna, szerencsétlen. Eszed a bogyókat, és mégsem látszik semmi rajtad. Eszed a murkot, de nem látszik rajtad. Beteg, elalusznak, azt jelenti, korai meghal. Időnap előtt elalszik. Mert a hívő az nem hal meg, mert az át csak elhalszik. Erőtenség, betegség és alvás. És nézd, miért, miért, miért jön ez az ítélet? Azért valaki nem becsüli Krisztus testét. Hát, amilyen cifrákat sokan írnak az egyházról. Én nem szeretnék a bőrükbe lenni. De azt azért elmondom nektek, hogy az utóbbi időben sok ilyent eltemettem már. Komolyan mondom. Fogtam a fejem, mondom Istenem, hogy lehet ilyen. Hogy, valaki ilyen, 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 ilyen hígagyú? Látja az egyiket, elviszi a mentő és meghal, és ugyanazt csinálja. Ne szint az egyházat. Ez az úré. Sövédi az övét. Nagyon félti, mert vérét adta. Tudod, miért beszél valaki ö, csúnyán az egyházó? Mert nem adott semmit érte. Aki folyt a véred, ha csak két deci vért adtál valakiért, már azt se felejted el. De Jézus nem, ő az mind a hatot adta, mindenki folyt. Annyi. Nem akartalak annyira megijeszteni, de úgy megvettük kérdezni, mint a madarak az ég, a, a, dróton, mindenki így áll, ilyen komoly. Drága barátaim, higgyétek el, hogy ilyen komoly. A te sorsodról van szó. Az én sorsomról. Meg kell tanulni megbecsülni a hatalmasságokat, mert rajtuk keresztül áld meg téged az Isten. És az nem olyan, hogy kiúzom a konnektorból, menjen ez a hülye, melyek egy másikhoz. Nem. Van, van, mert az Úr rendelte a számodra. Nem csapás, nem áldás. Hogy vannak még problémák, az igaz. Még a gyülekezetben is vannak problémák. De ez egy mennyei intézmény. A egyház az egy mennyei intézmény. Földi mandátummal. És ezt nekünk meg kell becsülni. Azt mondja, aki nem becsüli. És hogy amikor máskor köszönsz a testvérednek, akkor Isten félelemmel köszöntsed. Ne csak majd, hogy helló, jó, itt vagyok én. Nem volna itt egy ilyen normális, nem is tudom, ki, mi volna veletek. Hanem óriási áldás vagy. Te is, nekem, én is neked. És csodálatos, hogy ez a csodálatos néphez tartozhatok akinek a tulajdonosa Jézus. Akit a drága vérével váltott meg, és ezért nagyon szereti. Ámen! Nagyon megvágtalak, nem akartalak így megérteni, de szerintem fontos, mert az életed függ tőle, a sorsod függ tőle, a sorsom függ tőle. De történt egy csodálatos felismerés, megrázó, de ilyen az ember. Rögtön rájöttek, hogy védkeztek. Csak tudod, mi a megdöbbentő? Akkor jöttek rá, már összecsépte őket a, a, a kígyó. De mondok nektek valamit. Gyertek, ismert fel az Úr szavát, mielőtt a kígyó megharap. Ne várd, hogy az életedben vesztességek legyenek, harapások, bántalmak. Hát tévedtem mégis. Több ember hívott fel, az élete legutolsó napjaiba, sírva, bocsánatot kérek, névettem. Azért jobban örültem volna, hogyha fiatalon ne vár meg, hogy harapjanak a kígyók. Te nem arra vagy elhívva, hogy a kígyók harapjanak, hanem arra, hogy tapossad a kígyókat. Mondjad a szomszédodnak. nem arra vagy elhívva, hogy a kígyók harapjanak, hanem arra, hogy tapossad a kígyókat. A lábad alatt a helye a kígyóknak tapossad a kígyókat, tapossad a kígyókat, tapossad a kígyókat. Addig, ami nem volt felismerés, addig a kígyók akcióztak, látjátok? Semmi nem tudta megállítani. Úgy kezdődött, hogy felismerték, mondták, védkeztünk, tévedtem. Azt gondolom, hogy nem egyedül lehet, hogy itt van még olyan személy, aki erre rájött, remélem, és tudod mit csináltak? Gyorsan rájöttek, évet, mert szóltunk az Úr ellen, és te ellened. Szóltunk az Úr ellen, és te ellened. És különösen nagy tisztelettel, kedves hölgyek, hozzátok szeretnék szólni. Az Isten megáldott téged egy férjel Majdnem olyan, mint Jézus Krisztus. Vannak még, amíg, amíg, amíg elérik, de egy kicsit hasonlít hozzá. Addig, amíg úgy fog kinézni, nagyon sok türelemre van szükség. De nem jogosít fel az ő gyengesége, hogy bántsan és rosszul beszél róla. A ti javatokra mondom, drága testvérnök, a te javadra mondom, hogy ne az ítélet érjen, ne a kígyók harapjanak, ne, legyél a... ne nehéz helyzetbe. Látod, hogy félkegyelmi a férjed, nem ért, nem fog fel mindent, olyan, mint az elefánt, nehezen tanul, hamor, hamar felejt, annak is van előnye. A hülyeségeidet is elfelejti hamar. Az is valami. Nem szabad, enged, ne ragadtasd el oda magad, hogy, hogy, a véleményedet csak úgy elmondjad. Miriamról nemrég tanultunk, emlékeztek? Tiszta színigazat mondta. Ezt a negrocát szedte össze, ez is emlék. Hogy lehet? Ilyen sogoricával, hogy lehet élni? sem ha nem védkezett, se nem hazudott, csak az igazat mondom. De pásztor, ám is az igazat mondta, s úgy lett poklós. Attól, hogy az igazat mondott, lehet nagyon poklós, és be is lehet halni. Nézd meg, egyet lapozol a Bibliában, Miriamot már temették. Ahhoz, hogy az az ége beteljesedje, hogy hosszú élettel elégít meg téged az úr, ahhoz rendkívül fontos, hogy mindig legyen a táskátokban hölgyek, ez a szürke fajta scotchbull, abban az erősebbikből, van a drágábbik fajta, ott hátul, van a 18-20 lesz, de van a 30-40 lesz, az olyan erős, hogy a többet nincsen probléma, inkább ragad a szádat, az ég azt mondja, hogy aki nem tud, inkább némán, de menj be a mennybe. Dupla Az, hogy igazod van, mert hát tényleg, hát persze mindenki gyarló, hát az minden normális férfi tudja magáról, csak nem szoktuk elismerni. Egy nő előtt nem szokás, ezt úgy is tudjátok, mit kell ezt magyarázni. De addig türelmesnek kell, férfinek is türelmesnek kell lenni az a felesége iránt, de a férjének is. És ami a legfontosabb, ne beszélj negatívat róla. Se anyádnak, se a fajtájának. Kézeld el, hogy megvert a sors engem. Hogy vagytok, drága liágyom, látom, látom, rosszul bánik veled a fiú, látom, nem mondd nekem, mert nem én látom. Igen, anyám, hülye szegény. Ja, hogy voltam én ilyen tökkel ütött, hogy hozzámentem. Ja, Istenem, hogy megvert engem az ördög. Nem, lelkem. Csak szeretné az Úr, hogy a mennybe jussál. És ezért három nagy vizsgán vész A konfliktusok, a vesztességek, a veszteség, vagy bánatér. Milyen jól énekeltünk. Na most megvan, látod? Most énekeljed, barát. Most énekeljed. És erről szól a dolog, vizsgázunk. Csak a vizsgáztató professzor, ott ül melletted. Egyiknek nad drágább a másik szoknyába jár. Ennyi a különbség. De vizsgáztat a professzor, mert úgy kihasodott most senki nem tud hozni, még édesanyát sem, mind a feleséged, meg a férjed. De ez így van kitalálva. Miért? Mert akarja az úr, hogy szentek legyünk, és a mennybe jussunk. Akkor se beszél róla rosszat. És remélem, hogy van felismered, hogy védkeztél. Azt mondja, védkeztem, hú, de kár volt. És hogy akarod, hogy megálljanak a kígyók? Akkor Dávid mit csinált? Rögtön. Amíg felismerte, vétkeztem. Az Úr is elvette. Tékozló fiú mit csinált? Felismerte, vétkeztem. Mindannyian vétkezünk. De van megoldás. Dicsőség az Úrnak. Ha, többet hamarabb akartam mondani, de nem tudtam. hamarabb. de gyorsan nézzétek meg, mi a megoldás. Nézzétek meg! Akkor méne a nép Mózeshez! Vissza! Tudod, kihez kell visszamenni? Akit szitta. Hát tudom, én sokat szittam a hülye főnökömet. Tiába ja, jössz hozzám. Az a hülye főnököz kell visszamenni most. Bocsánatot kérek, rosszul beszéltem. Nem Áronhoz kellett menni, lapítani. Te az helyzet, hogy kiszaladt a szánkon néha rosszó. Nem Mózes, védkeztünk, segíts! az fog rajtad segíteni, akiről beszéltél. Azt, akit az Úr neked oda rendelt Mózesednek. Mert Jézus mit mond? Van Mózesük, és van profétájuk. Na, azt hallgassák. Hallgassa Mózesedre. Vigyorogjál, ha ott van melletted a férjed, az a Mózesed. Ezt mondjad neki, Mózes úr. Üdvözlöm, Mózes úr. Köszönöm, Mózes úr! Értékelem, tisztelem, nagy tisztelendő úr! Úrfika! Az úr meg! Az egy nagy tisztelet, valakinek azt mondták úrfika, csak az úri nem mondták. Az úri, az úri család csemetének, és ők a királyi gyermekek. Te hercegnő vagy, a másik herceg ovina. <coughs> <coughs> Második dolog, hogy vissza, miután visszamentek, Mondták, imádkozz, Mózes! Imádkozzál! De a testvérem, az ima életnek meg kell újulnia, mert ez az egyik titka, hogy ne keseredjünk meg. De hiszem, az imával, az Ura áldjon meg. Vágjad, hogy menjen, mint szalaj a szappan. Éjjel-nappal vágjad, és meg fogod tapasztalni, hogy az ima élet megváltoztat. Tudod, hogy jobb, aki óriási szenvedésen ment át? Volt neki három barátja, olyan, hogy ebből van, ilyen nem kellenség. Ráálltak, te ilyen vagy, e, magyar az ilyen vagy, és megjelenik az Isten. És tudod, mit mondott nekik? Menjetek el jobbhoz, hogy jobb imádkozzon, értetek, a nem, kinyírlak. Az az ember kellett értük imádkozzon, akit szittak. Az az ember kell imádkozni, és tudod, mit kell csinálni, a szídnak? Imádkozz azokért, akik szídnak téged. Ne keseredj imádkozz azokért, akik szídnak téged. Ábrahám imája mentette meg Lótot is, aki ott hagyta, veszekedett vele, vitatkozott, öreg, ez a legelő, inkább az enyém. És nem mondtam, Ábrahám, na most az úr igazság szolgáltatása érte, hála legyen az úrnak, hanem könyögött, uram, bocsáss meg neki, ne haragudj. Menj meg valahogy! És küldött egy angyalt. Harmadik dolog, amit látunk, azt mondja, az, az Isten szól, csinálj magadnak egy tüzes kígyot, és tűzd fel az a poznára. Jézus azt állítja, hogy ez az oszlop, ez Jézus Krisztus keresztének a, az előképe, mert amiképpen felemelte Mózes a pusztában a Kígyót, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Drága barátaim, a legfontosabb állomásához értünk, ahogy üzenetnek. Tudod, hogy, hogy mi a teendőnk? Oda kell menni a keresztre, és a Kígyót belőlünk fel kell akasztani a, kígyó, a keresztre. Mert benned is, bennem is, ott van a Kígyó természet. Az O-ember az nem más, mint a Kígyó természet. Mondjad velem, az O-ember Kígyó természet az nem lehet megszelidíteni, az nem lehet megváltoztatni, az hiába simogatod, úgyis kígyó, Kígyót, ha megsimogatod, az még rosszabb. A kígyónak a helye hol van? A kereszten. Az óemberünk emberünk helye hol van? A kereszten. Azt mondja az úr, tessék felmenni, menj a kereszthez, gyere fel a kereszthez, és ha oda mész a kereszthez, ott azt fogod látni, ott a helyed, óember, ember, neke a kereszten. Mert azt mondja az ige, tudván, hogy a mi emberünk vele együtt, Megfeszítetett, hogy megerőtelen a bűnnek teste. Vagy egy másik helyen, hogy akik a Krisztuséjé, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Rendszeresen, naponta meg kell feszítsük az olyan emberünket ember. Ez, ez a megoldása, a ki, a, 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 hogy megszabaduljunk. Nem az a megoldás. Igazam van. Ez igazad van, de addig még továbbra is sípnek a, 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 a kígyók. Hogy a kígyoktól megszabaduljunk, menekülés a kereszthez. Mondjad velem együtt, menekülés a kereszthez. Mert a keresztnél menekülés van. Ott van menekülés a számodra. Ott van menekülés a számodra. Tehát, tudod mikor? Mikor az olyan ember felkerül a keresztel. És befejezésül azt mondja az Úr, aki feltekint, életben marad. Dága testvéreim, ezt. Meg kell tanulni. A zsidókhoz itt levél aprólékosan foglalkozik, és azt mondja, hogy mi is, akiknek a bizonságoknak nagy fellege vesz körül. Hányan vagytok, akiket a bizonság fellege vesz körül? Az életedben Isten tett már olyan csodát, ami van bizonságot akkor ez az ige nekünk szól. És azt mondja, félretéve minden akadályt és megkörnékező bűnt, kitartással fussuk meg az életünk levő küzdőtét, nézve a hitnek a fejedelmére. Nem tudjuk felnézni addig, amíg nézzük az akadályokat. Nem tudunk fel, felnézni a keresztre addig, amíg nézzük egymás gyengeségét. Nem tudunk felnézni a mennybe a, a, a keresztre, amíg látom és nézem a hibádat, és te nézed az enyémet. Van bőven. Lehet nézni, de attól a, a kigyók nem fognak elfutni. Akkor fognak, hogyha az akadályt félreteszem. Vannak hibáink, persze, de nem ezt kell nekünk nézni. Azt mondja az ige, tedd félre az akadályt. Mondja az elem egyét. Félre teszem az akadályt. Félre az útból. Gyülekezetben, tudjátok a viccet, valaki el akart menni a gyülekezetbe, és mondja a hogy el akarok menni. Azt mondja a neki, oké, okay, a jövő alkalomra, mielőtt elmész, vegyél poharat, töltsd meg csordultig vízzel, és az összevetel, tart az összevetel, szép lassan menj körbe, körbe, körbe a gyülekezetbe. És mikor visszajött, gyere vissza. Megcsinálja, azt kérdezi tőle, na most, láttad, hogy valaki telefonozik? Nem. Hogy valaki is úgy beszélget? Nem. Miért? Mert nem azt nézted. Drága barátaim, a gyülekezet ne, az, az, nem a, a, a hibátlanok közössége, hanem a gyülekezet az egy kórház is, ahol sok a beteg. De az Úr bennünket itt megváltoztat, meggyógyít, megtisztít, megszabadít. Ne azt nézd, egy kórházban nem azt nézik, legalábbis én soha nem néztem, Nások, milyen betegek vannak, Nézzük, de másik milyen, alig tud járni, a másik a tolókot a, a, kórházban nem ezt szokták nézni, a kórházban azt nézzük, még professzor van, gyógyít itt. És az egyházban a professzora, professzora, Jézus Krisztus a doktorok, doktora gyógyít. Itt vagy te, itt vagyok én, lehet, hogy néha még sántikál a, a hívő, de itt van Jézus! Őrjel nézel a hitnek a fejedelmére és bevégzőjére, Jézus Krisztusra. És tudod, mi leszel? Élni fogsz. Aki körján néznek, azt tudod, honnan lehet látni, hogy kinéz az Úrra. Lehet látni. Rajtad, és mindenki látszik, hogy kire nézel. Hát nézzél egy horror történetet, mint hogy baleset, vagy valami, ne legyen ilyen. Beleég az embernek, az arcán látszik, hogy valamit. De az is látszik, hogyha az Úrra nézel. Tudod, miért megvan írva, hogy aki az Úrra néz, annak az arca felvidul. Ragyogsz! Mi van? Szombat. Testvérei, az Úr öröm a erősséget. Látjátok, két lehetőség van, amikor konfliktusok, veszteségek vagy bajok érnek. Választhatod a keserőséget, de láttuk, hogy az zsákutca, de választhatod Jézus Krisztust. Választhatod, hogy nézel az Úrra. A dicséret nyugodtan jöjjön fel. És választhatod azt, hogy az, úr, az Úrra nézek, és mi lesz veled? Az arca felvidul. Az egyik az, ör, vidul, az öröm, a vigasság útja, a másik a csüggedés útja. Melyiket választod? Válasszuk az örömnek az útját. Kérlek, hogy álljatok fel beneteket. És szeretnének egy imába bevezetni azokat, akik... Van itt olyan személy, akit elkapott az ige? És érzed, hogy neked szólt az Úr? Jó, magas szemed, mert én ilyen zákeusi növésű vagyok, csak akarom látni. Akkor mondjunk közösen egy imád. Menjélj, Atyám! Jövök hozzád, beismerem, hogy eltalált a Te ígéd. Sokszor elkeseredtem. Megkeseredtem, és gondottanul beszéltem. Megsértettelek, de most megítélem magam. Megtérek ebből, és kérlek téged. Jézus vére, most megengem, teljes szívemből, kidobom, keserűség, menj ki belőle. Nincs hely a szívemben, keseregdésnek, megvallom. Jézus Krisztus, az én doktorom, az én orvosom, az én gyógyítom, a szentszelem az én vigasztalom. Járj engem, Szent Szellem! bengem engem a te örömöddel! Változtass meg engem! Vídálmítsd meg az én arcomat és egész életemet! Köszönöm neked, Uram, a te áldásaidat! Köszönöm, hogy foglalkozol velem! Jézus nevében! Amen! Amen! Dicsérjük az Urat!